És a Stipista Fi első stúdióba megyek. Király! Válaszutak. Rólunk szól. Válaszutak minden pénteken. Áron, mi az első, ami eszedbe jut, ha azt mondják, hogy londoni olimpia? Hát ami először eszembe jut, az a londoni olimpia. Ahogy múlt a felkészülés, úgy fogalmazódott meg bennem a cél, hogy tulajdonképpen én pontszerző helyet is, akár érmet is szerezhetek, ami végül is sikerült is, és ha már ott voltam a legjobb négy között, akkor nem álltam meg. Úgyhogy Londonról nagyon szép emlékeket őrzök. Amikor kicsi voltál, te is sok mindent kipróbáltál? Én rengeteg mindent kipróbáltam, és nagyon szerettem sportolni. Hogyha nem vittek el edzésre, akkor a mozgási igényemet otthon éltem ki, és ennek szüleim nem annyira örültek, úgyhogy inkább elvittek. És tulajdonképpen így jutottam le a Vasas vívótermébe is 9 évesen. Végül is azért nem párbajtőzni kezdtem el, mert amíg édesanyám egy párbajtő edzővel konzultált, addig egyszer csak odalépett hozzám a későbbi nevelőedzőm Gerevics György, aki egyébként a 7-szeres olimpiai bajnok Gerevics Aladárnak a fia. És ő úgy végigmért, és azt mondta nekem, illetve édesanyámnak, hogy ebből a fiúból már pedig kardozó lesz, és már vitt is magával az edzésre. Mikor tudatosult benned az, hogy te a vívást azt komolyabban fogod csinálni, esetleg akár olimpiai szinten? Tulajdonképpen fél év telhetett el azután, hogy elkezdtem a sportágat, és már az edzőm ki is jelölt, és vitt is országos versenyekre, és elég hamar megjöttek az eredmények is. Akkor még a legfiatalabb korosztálynál is 2 évvel fiatalabb voltam, és ennek ellenére 2000-ben megnyertem ezt a gyermekkorosztályban az országos bajnokságot a 2 éve idősebbeknél, és utána már jól látszott, hogy nekem ez lesz a jövőm, a versenyzés. Ugyanakkor a tanulmányaimra nagyjából tudtam úgy figyelni, ahogy szerettem volna. Felvételt nyertem először a Fazekas Mihály gimnáziumba, ahol matek tagozaton tudtam folytatni a tanulmányaimat. Akkor a matematika iránti vonzalmam az oda kötött. Itt látom, a lányok már mosolyognak. Megmertétek kérdezni az én kérdéseimet? Nem, a ti egyben nem jutott vele. Hogy a tanárok elnézőek voltak veled, mert tudták, hogy e-sportoló vagy? Voltak, akik nehezményezték azt, hogy miért nem csak az ő tantárgyukkal foglalkozok a nap 24 órájában. Nem hiányzott ez a gimis élet? Én akkorra már az osztálytársaimmal nagyon jóba lettem, és egy nagyon jó közösség alakult ki, és bíztam abban, hogy ennek, annak ellenére, hogy nem vagyok ott mondjuk minden nap, a suliban azért ennek részese maradok, és ez így is volt. És a tanulás és az edzés mellett hogy volt időd a barátaidra, vagy voltak olyan kifejezett helyek, ahová együtt jártatok? Azért mondjuk egy ilyen sportolót nem úgy kell elképzelni, hogy egész nap edzésen van, vagy utazik. Ugyan az edzések elvették akár 3-4 órámat is a napból, de hát akkor még mindig maradt 20, amit mással el tudtam tölteni, úgyhogy a barátaim nem panaszkodtak arra, hogy keveset foglalkozom velük, se a családom, úgyhogy ezt azért meg lehetett oldani. És emellett van valamilyen hobbid? Ha otthon vagyok, akkor általában vagy olvasok, vagy valami sorozatot nézek, hogy egyébként a barátaimmal szeretek lenni, és a csocsó szenvedélyemnek, annak nagyon szeretek hódolni. Bocsi, mit nézel? Milyen sorozatot? Milyen sorozatot nézel? Ja, most mit nézel? Bocsi, milyen sorozatot nézel? Bocsánat. Tulajdonképpen most én általában hollywoodi sorozatok az, amit követek, ha bár most elkezdtem a Terápia című magyar sorozatot nézni, mivel pszichológiát tanulok, ezért szinte kötelező jellegű is. És mik a terveid azokra az időkre, amikor már kiöregesz? Mondjuk tudom, hogy ez még nagyon-nagyon soká lesz, de hogy tervezed azt, hogy esetleg oktatni fogsz? Felmerült ez a kérdés. Még nem tudom, hogy az aktív pályafutás után mit fogok csinálni. Remélem, hogy az nem most lesz, amikor ez elkövetkezik és döntés helyzetbe kerülök. 23 éves vagyok, bízom abban, hogy ezt még hosszú ideig tudom űzni a vívósportot, és majd kiderül, hogy utána mivel fogok foglalkozni.